polgármester úr, itt vagyunk az Erzsébet-ligeti színházban egy nagyon jeles eseményen, a 21. pedagógus bálon. Úgy van, most már 21. alkalommal tartjuk meg a kertvárosban a pedagógus bált, ez egy nagyon szép hosszú hagyomány, és néhány éve ilyenkor a pedagógus bál alkalmával adjuk át a díszdiplomákat is, már a díszdiploma kitüntetéseket, ugyanis ilyenkor a legjobb abban az évben, előző évben, 2018-ban a legjobb óvodapedagógus, a legjobb pedagógus és a legjobb pedagógiai munkát segítő alkalmazott díjait szoktuk átadni. Idén az év pedagógus a zeneiskola egyik tanárnője Sziráki Györgyi lett, a év óvodapedagógusa egy nagyon kedves óvónő a Medve Anikó, és a év pedagógiai munkát segítője meg a Láncsa óvodában dolgozó Fehér Ferenc lett. Úgyhogy szívből gratulálok mindannyiuknak, nagyszerű munkát végeznek. Aztán persze ilyenkor ugye évente egyszer összejönnek a pedagógusok, óvodapedagógusok, és készülnek is műsorral. Idén két műsort láthattunk, a Fecskefészek óvoda, illetve a Szerbanta gimnázium készült, az óvodások tánccal, a Szerbanta gimnazista férfi kar énekléssel készült, nagyon jó produkciók voltak, érdemes volt meghallgatni, és hát most kezdődik majd a buli itt az Erzsébet-ligeti színházban. Mi minden történt a héten? A héten rengeteg dolog volt, leginkább képviselőtestületi ülés volt, abból is talán a legfontosabb döntés az az volt, hogy elfogadtuk a 2019. évi költségvetésünket, ami egy kiemelkedő év lesz itt. Attól már hozzászokhatott a kerület apraja nagyja, hogy a kertvárosban minden évben van valami fejlesztés, fejlődés. Most nagyon sokat a költségvetési főösszegünknek 45%-át tudjuk fejlesztésre fordítani, ez több mint 8 milliárd forint. Ez mondjuk annak is köszönhető, hogy Szatmári Kristóf országgyűlési képviselők ebből 8 milliárdból 2,7 milliárdot közvetlen állami forrás sikerült szerezni, például a szakrendelő bővítésére, de bölcsőde fejlesztésre is, illetve a reményeink szerint a földutaknak a aszfaltozására is meg fogjuk kapni azt a pénzt, ami szükséges ahhoz, hogy tovább tudjuk ebbe az ügybe is lépni. Lesz iskolafelújítás, szokás szerint a Móra Ferenc Általános Iskolának a felújítása kezdődik el, ahol a idei évben a tornaterem, a vizes blokkok, illetve külsőleg fog megújulni az iskola, így például hőszigetelés, nyilászáró csere, tető javítás lesz ebben az évben, és a jövő évben meg a belső felújítással fogunk foglalkozni. Aztán a szakrendelő bővítése nagyon remélem, hogy elkezdődik, itt még anyagi forrásokat kell szerezni, a állami támogatást szeretnék egy kicsit megemelni, mert a tervek annak ellenére, hogy átterveztettük az épületet, ennek ellenére is még magasabb, mint amennyi forrás jelenleg rendelkezésre áll. Remélem, hogy ez sikerül, és akkor nyár közepén talán el tud kezdődni ez a beruházás. Persze, hogyha lesz a közbeszerzésen olyan, aki jelentkezik erre a munkára. Aztán ezen kívül épülnek a kerékpárutak, ha minden igaz, elérjük a kerület határát minden kerékpárúttal, Nagytarcsa felé, 17. kerület felé már elértük, 15. kerületig is el tudunk jutni, Csömörig is el tudunk jutni, úgyhogy összekötjük úgymond a környező településeket kerékpárhálózattal. Óvoda felújítás is lesz, óvoda udvar, iskola udvar felújítás is lesz, ugye óvoda felújítása a tavalyi évek kívülről megújult Szent Korona utcai óvoda most belülről fog megújulni, a Baros utcai óvodánál ott a Szemjáli úszoda melletti óvodánál az udvar fog megújulni, egy nagyobb beruházás lesz. Reményeink szerint a teljes iskola udvar megújul. A Szerbanta gimnáziumnak az udvarán akarunk egy újabb felújítást a tankerületi központtal közösen végrehajtani, illetve a Hősök terei szakrendelő belső felújítását is tervbe vettük, úgyhogy nagyon remélem, hogy arra is lesznek kész terveink, és el tud indulni nyáron az a beruházás is. Majd úgyhogy rengeteg beruházás lesz, útépítéseket már kiírtuk közbeszerzésre, véhetően azok tavasszal indulnak, úgyhogy sok munka lesz idén is, de hát ezt már megszokhatták a kerületét. Zajlik az élet a 16. kerületben? Zajlik bizony, és sajnos szomorúságról is hírt kell adnom, mert két díszpolgárunk is az elmúlt időszakban elhunyt, akiknek a temetését tartották, Garambölgyi, dr. Garambölgyi Árpádné Elvira néni, híres matematika tanára a Táncsics iskolában évtizedekig tanított, ő volt, aki 97 éves korában hunyt el, és 89 éves korában meg Bátorfi Béla, dr. Bátorfi Béla, a Mátyásföldi volt katolikus plébános, illetve utána följebb is lépett, ő hunyt el, és neki volt a temetése. Örömteli hírről is számot adhatok, mert két 95 éves hölgyet tudtam köszönteni születésnapja alkalmából. Panni nénit és Margit nénit, mind a ketten nagyon jó erőben vannak és jó szellemi állapotban, hál' Istennek, úgyhogy nagyon remélem, hogy majd megélik a 100. évüket is, és akkor újra lehet majd őket kerekéfordulón köszönteni.
Aztán ezek kívül voltak megemlékezések, így például a Málenki robotra emlékeztünk, a Sasami Waldorf iskolának az oldalán van egy emléktábla, amit még annak idején 90-ben az MDF állított oda, megemlékezve azokra a sasamiakról, akiket úgymond kis munkára, Málenki robotra vittek el a szovjetek a Szovjetunióba. Mondták, hogy 3 nap idegélelmet csomagoljanak, majd 3 vagy 5 év lett belőle, és nagyon sok nagy százalék nem is jött vissza Szibériából, mert ott halt meg. Rájuk emlékeztünk az évfordulón, amikor kezdték innen összeszedni őket. Nagyon szépen köszönjük, további jó szórakozást kívánunk a mai estéhez. Köszönöm szépen. Csókolom, Magdi néni! Hogy tetszik lenni? Az Isten életesen sokáig 90. szülinapján. Hoztam neki egy ilyen szép virágot. Aztán hoztam miniszterelnök úr üdvözletét küldi, én vagyok a postásra. És ki is fizeti? Ki bizony? Tudja, hogy hát az Isten fizessen. Igen. Köszönjük szépen. És adok még valamit önnek. Ezt is hoztam. Jó. Tessenek egészséggel fogyasztani. A virágot is lerakjuk valahol, Magdi néni? Valahol van. Tessék, odaadjuk. Van egy csomó kérdésem. Hol tetszett születni? Tápióx. Tápióx szerint? Aztán én adott a Sasan lakosban. Mióta tetszik Sasan lakosnak ennek? Hát 29 óta. Hoppá! Az lassan 90 éve. Bizony. A mindenit. Akkor maga tud mesélni, akkor már még a Sasalom voltak, amíg nem is 16. kerület volt. Most akkor még Sasalom volt, akkor még az Andrássy utcában laktunk. És még a barokban is ilyen elégedett emberek laktak. Igen.